És folytatjuk is a délelőttet, ahogy mondtam, ismét egy zarándoklatra indulunk, Lengyelországba, Częstochovába fogunk látogatni. Itt van már velem a stúdióban Andrzej Kostecki, domonkos vikárius atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek, és hát köszönöm, a mai beszélgetésünknek azt a címet adtuk, hogy Mária Lengyelország királynője. Hát mit jelent neked, vagy mit jelent nektek, lengyeleknek a Mária tisztelet? Mit jelent a szűzanya személye? Hát ez nagyon személyes és komplikált kérdés, gondolom, mert mindenki a saját módon választ tud adni, de szerintem lehet látni, aki már Lengyelországba utazott, és látta a híveket, látta az embereket, és volt Częstochovában, és látta ezt a tömeget, ott azt jelenti, hogy Máriának van szerepe. Ha az egész lengyel történetet nézünk, ez is, most nem szeretnék az apróságot, de ez látszik, hogy a Mária nagyon segített a lengyeleknek, vagy így gondoljunk, hogy segített, és azért nagyon tiszteljünk is. Hát akkor folyamatosan a történelemben is jelen volt az ő személye, és hát kérték az ő közbenjárását a lengyel emberek, hogy segítsen nekik. Igen, mióta ez a kép ikon, vagy a Mária Częstochovában van Jasna Góra. Érdekes, hogy nem tudom, hogy a magyarok tudják-e, hogy van ilyen információ, legenda, hogy ez a kép Magyarországról jött, Magyarországon festették, tehát ha nézünk a Máriának a ruháját, van ez az Anjou lilium, van ilyen legenda is, hogy biztos Magyarországról. Tehát ez... Ugye a kapcsolat az amúgy is szoros, ugye a pálos atyák miatt, tehát itt a magyarok egy kicsit azért, sokszor én azt látom, hogy ugye sajátunknak is érezzük, vagy hogy a magyarok különös tekintettel szeretnek mondjuk Częstochovába zarándokolni. Igen, ez szerintem nem véletlenül, ez Częstochová az ilyen magyar sziget Lengyelországban, és valahogy én érzem, tehát a pálosok, az atyák, akik innen jöttek, és... vagy innen mentek Lengyelországban is, az alapították egy ez a kolostor. Tehát ez először 14. században a magyar testvérek, a magyar szerzetesek ott voltak Częstochovában, és lehet, hogy a magyar szerzetesek miatt ez a kép is bekerült ott. Tehát 14. századból lehet mondani, hogy a Mária velünk van, és igazán minden fontos pillanatban, nem tudom, királyok, a fontos emberek, a miniszterelnökök, vagy nem tudom, kik oda mentek, hogy a Mária előtt kicsit imádkozzanak, hogy ez a hely, ahol lehet erőt méríteni, egy forrás ehhez, hogy tovább lépjünk. Én itt olvasom a csodáknak a leírását, amit így az interneten így a legismertebbek között említenek, az még a 17. században volt, hogy a svédek beözönlöttek Lengyelországba, és akkor a kép védte meg végül is, ez a Mária ikon védte meg a népet. Érdekes volt ez az egész háború, mikor a svédek betértek Lengyelországba, és igazán nagyon gyorsan lefoglalták az egész Lengyelországot. Csak még ez a déli rész is, ez a Częstochová maradt. Persze a mai napig is ez csoda, legenda, vagy valamit, tehát, de biztos ott megálltak, és ez a pár ember, vagy nem, 160 katona és 70 szerzetes valahogyan a támadás ellen harcolták, lehet mondani, hogy sikerült, tehát a svédek visszavonultak, és a lengyel király, magyarul ez János Kazimír, igen, 1600, nekem is van egy papír, 1656-ban ez ilyen, lehet mondani, hivatalosan, publikusan a Lembergi egyik templomban lehet mondani, hogy kinyilvánította, hogy a Szűz Mária a Lengyelországnak a pátrona. Igen, és felajánlja az országot. Igen. Tehát ez lehet mondani, hogy nagyon később, ha ezt nézünk, hogy Magyarországon a Szűz Mária már magyarországi királynője volt 14. 15. században,
lengyeleknél egy kicsit később. De... Kicsit később, de megtörtént végül is ott is ez a felajánlás. Itt beszélgettünk már a zarándoklatokról, és hogy valahogy azt állapítottuk meg, de akkor tőled halljuk majd végül is az igazságot, hogy Lengyelországban keresztelőkor, esküvők után, első áldozáskor mindig elzarándokolnak, vagy hogy nagyon sokan elzarándokolnak. Igen, ez valamilyen ilyen, szerintem nagy szimbólum. Nem csak azért, hogy gondolkoztunk, hogy a rendszerváltás előtt is ez a, szokták mondani, hogy ez, ha a szabadságról akarsz beszélni és tapasztalni, ez a Częstochowa az ilyen hely, de itt a hagyományban alakult, hogy ezek az emberek jönnek, sőt, minden osztály az érettségi előtt is oda megy imádkozni, vilasztani, tehát az egész éjszakán van. A papag a pap szentelése után, nem első mise, de utána a következő hetekben oda mennek, hogy ez ilyen nagyon erős szimbólum. Te emlékszel, hogy mikor jártál először Częstochowába? Hát szerintem nagyon régen, tehát én is először iskolás voltam, tehát az általános iskolában arrafelé. És bevallom, tehát ez nem most akarom valakinek a kedvét rontani, de valahogyan egy kicsit jobban éreztem magam ott, mikor nem annyira nagy tömeg ment, és embernek volt egy picit ideje megállni, gondolkozni, látni ezeket a tárgyakat, amit emberek hagyták ott, akik ezt megtapasztalták, hogy a szűzanyának van is ereje, hogy Isten szűzanya keresztül is szeretne nekünk segíteni. És láttam, hogy vannak ez a mankók, vagy nem tudom, valaki szévet, ilyen szimbólum tette, az jelenti, hogy már ez nagyon segített. Most egy kicsit érzem, hogy ez nem csak a turistika szempontjából, de ez most nagy tömeg jön. Lehet, hogy télen egy kicsit jobb, ember ott kicsit csendben is tud megállni, imádkozni. No, tehát ez egy kicsit most bevallom, hogy ritkán van, inkább keresem ilyen helyet, ahol a csendességet. Igen, csendben van is, és néha magyarokat is viszem ilyen helyre, ahol egy kicsit leülni lehet, csendben imádkozni is. No, de... Kinek mi a szimpatikusabb. Kicsit beszéljünk a domonkosokról is, hogy nálatok a rendben hogyan van jelen a szűzanya tisztelete domonkosoknál? Hát nem akarom mutatni, hogy nekünk van egy fegyverünk. Igen. Régen, amikor a harcosok voltak, vagy a katonák, emlékszünk, hogy volt ez a kard, is harcoltunk. Hát a domonkosoknál egy kicsit más. Nekünk is van egy fegyver, de ez egy más jelent. És persze van ilyen legendája, hogy ez a rúzsafűzőrt a Szent Domonkos atya, aki alapította a Domonkos rendet, a Szűz Máriától kapott. Ez egyik. És utána a domonkosok vitték ez a fegyvert, hogy az evangélium mellett ez a imádság valahogyan legyen. És gondolom, többször is tapasztaltunk, hogy van eleje ennek is. Ha ember nagy helyzetben erőtlen van gyakran is, igazán nem láttam sehonnan segítséget ez valami. Ez egyik. Másik, bocsánat, hogy beleszólok. A másik legenda az ilyen, hogy a Szent Domonkos halála után, tehát bekerült a Mennyországba, ott sétál, nem tudom kivel a Mennyországban az utcákat, és nem látja az atyákat, tehát a testvéreken ott. Hát egy gubac. És hol vannak a domonkosok? És a Szent Péter, vagy nem tudom, Jézus, tehát hívott őt, egy kicsit vitte a Máriához, és a Mária mutatta, hogy a polást alatt ezeket a domonkosokat vannak rejtve. A domonkosok közel állnak a szűzanya szívéhez még inkább talán. Igen. jó kis legenda ez is. Nézzük meg, hogy kicsit a személyes történetedet, hogyha megengeded, hogy neked hogyan segített a szűzanya, akár mondjuk az életed során, gyermekkorodban, a hivatásod megtalálásában, hogy akkor te is ott vagy ezek szerint a szűzanya palástja alatt? Egy kicsit igen, érzem, de lehet, hogy nem ilyen módon, de nem régen olvastunk ezt az evangéliumot, mikor az angyal
jött beléped a Mária házába, és szólt neki, hogy más tűnődöm. Mindig fejemben van ez a történetet is, ez a sztori. Próbálom képzelni, hogy ez a kislánykát, aki képes volt Istennek vita nélkül, teljes bizalommal mondani, és ez a kép, mikor fontos döntéseket kell valahogyan hoznom. Tehát próbálom képzelni, hogy én is ilyen erőtlen vagyok, nincs ennyi bizalom arra, hogy valamilyen jó döntés hozok, ez jön eszembe, hogy bocsánat, itt van Mária, ő teljesen belement, nem tudta, hogy előtte mit áll, de képes volt igen mondani, és én is néha próbálom, mint ő. Tehát ez valahogy a számomra ez a kép bennem, hogy ne félj. Angyal is mondta, ne félj, bármi is jön, én veled vagyok, és ez valahogy nekem segíti tovább lépni. Nagyon szépen köszönöm, Andrzej atya, hogy itt voltál velünk, és hogy elmesélted ezeket a legendákat, történeteket. Köszönöm, hogy itt voltál, jó munkát kívánunk neked. Van lehetőség. Köszönöm.